Amennyiben egyetért törekvéseinkkel és tevékenységünkkel, kérjük 2021-ben is támogassa adója 1%-ával a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületét. Adószámunk 18 18 50 30 1 42. Köszönjük, ha ránk gondol! Home office-ban a látássérültek. Az első lezárásoktól napjainkig. A VGK Home Office-ban a látássérültek című minisorozatunk harmadik részével köszönti a hallgatókat és a nézőket a képszerkesztő Bönde Katalin és a műsorvezető Miks Rédai Csaba. A hetedik kerületbe látogatunk el, ahol egy új közösségi civil szervező kezdte meg a tevékenységét. Kérnék is egy gyors bemutatkozást. Nagy Fruzsine vagyok, a hetedik kerület közösségi civil szervezője. Tavalytól dolgozom az egyesületnél, az egyetem után, az alapképzés után kezdtem el itt dolgozni. Kerestem egy 4 órás munkát, amivel ki tudnám egészíteni így a tanulmányaimat, a mesterképzésem, és úgy gondoltam, hogy itt kommunikációs szakosként, közösségi civil szervezőként tudnék ebbe jól tevékenykedni. Ez volt igazán a munkával a célom. Tudtál a tagokkal személyesen találkozni? Sajnos itt a vírushelyzet, itt a közösségépítést azt így körülhúztam, így még személyesen a tagjaimmal nem találkoztam, de online tartjuk a kapcsolatot. Úgy szervezem a klubokat is, valamint úgy tudom megoldani, hogy interjúkat készítek különböző személyekkel, például ebben a hónapban az Akko Egyesületből Petneházi Emőkével készítettem interjút, aki bemutatta az audionarrációt, és ezt osztottam meg a tagjainkkal, ezt az interjút. Így erre ők is tudnak kapcsolódni és kérdezni ebből kifolyólag, illetve tudni fognak a programról. Mivel eddig Fruzsival a Facebookon nem találkozhattunk, én úgy gondolom, hogy érdemes belehallgatni abba, hogy milyen is nála egy online klubnap. Hogy választjátok, hogy melyik előadásokat narráljátok? Itt van valami preferencia, vagy igyekeztek mindegyiket narrálni, amelyik színházzal partnerségben álltok? Ez hogy működik? Sajnos az igazság, hogy mi megcsinálnánk mindegyiket, de azt nem lehet, mert nincs rá keret. Tehát ugye a színház is, meg az Akko is folyamatosan pályázik arra a pénzre, hogy ezek megvalósulhassanak, és amennyi pénz van, abból tudunk gazdálkodni. Általában a darabokat azt közösen igyekszünk kiválasztani. Sokszor a színház, eleinte a színházak próbálkoztak azzal, hogy ők megmondták, hogy melyik. És mi el is fogadtuk, hiszen ez még egy új dolog volt akkor, és nem nagyon akartunk még abba beleszólni, hogy hát mégse ezt kéne, hanem egy másikat kellene választani. Most már határozottan az ő tapasztalatuk is az, hogy igenis érdemes megkérdezni a véleményünket, mert hála Istennek elég, én azt gondolom, hogy már elég jól felmértük az igényt, hogy mi az, amire nagyon könnyű eladni a jegyeket. Ezt azért is tudom biztosan állítani, mert az egyesületnek én vagyok a közönség szervezője, úgyhogy mi hozzám fut be szinte minden jegyigény, és ezért tudom, hogy mi az, amire pillanatok alatt el tudom adni a jegyet, akkor is, ha 5000 forintba kerül, és melyikre nem tudom eladni akkor se, hogyha 300 forintba kerül, mondjuk ilyen nem is nagyon szokott lenni, 1000 forint alatt nem igen van jegy, kivéve a Betlen téli színházat. Úgyhogy most már megkérdeznek, hála Istennek, minket is. Egy-két darabra szoktuk azt mondani, hogy na ezt nem, ami esetleg idegen nyelven zajlik, tehát a narráció mellett még a fordítással is kéne foglalkozni, vagy a nagyon táncos darabok, amit végig tudnánk beszélni, de egyelőre nem látjuk rá a fogadó a keresletet, illetve van egy-két olyan darab például, amiben nagyon kiabálnak, vagy nagyon csúnyán beszélnek, azokat se szoktuk mindig bevállalni, mert abban is, azzal is az a tapasztalatunk, hogy a nézők nem annyira szeretik. A jövőről tudsz mondani egy picit, hogy mik a tervek így színdarabügyileg, vagy filmügyileg, amit elárulhatsz, hogy mi várható? Mi mindent szeretnénk, amit a kezünkbe adnak, tehát majdnem azt kell, hogy mondjam neked, hogy nekünk egy hatalmas álmunk van, amiért most már ott vagyunk az ajtóba, de még nem sikerült belépnünk az utolsó küszöbön, ez a Magyar Filmarchívummal való közös projektünk. Tehát ha belegondoltuk abba, hogyha a magyar filmekhez végre hozzájuthatnánk a digitális felújításokhoz, hát az pazar lenne.
tehát azokat a filmeket, ugye itt most az újabbokról is beszélünk, nem csak a régi filmekről, tehát a 90-es, 2000-es magyar filmekről is gondolok, ha sikerülne megkaparintani, hogy narrálhassuk őket, az nagyon szuper lenne. De ehhez nekünk kell sajna pályázni, illetve mivel a most a 200 éves évfordulója van, azt hiszem, a filmnek, ezért, tehát az archívum egy hatalmas rendezvénysorozatra készül. Most ez a projekt kicsit háttérbe szorul, de mindig ígérik, hogy de nem sokáig, és hogy meg lesz, és akkor dolgozhatunk együtt. Hát ez lenne egy fantasztikus dolog. És van még egy, amit a Betlentéri Színházzal gondolunk szintén, egy olyan workshopot szeretnénk, ami szerintem egyedülálló, látássérültnek egy olyasmit rendezni, hogy hogyan érthetők, vagy hogyan lehet értelmezni azokat a rendezői megoldásokat, amik a korszerűbben, hát hogy mondjam, a modern darabokra jellemző. Tehát ami nem így lineálisan, kosztümösen érthető, hanem van különleges díszlet, különleges rendezői elemek, különleges megfogalmazások, különleges jelmezek, hogy ezt hogy lehetne úgy átadni. Tehát egy olyan workshop, ami abban segít a látássérült nézőnek, hogy könnyebben értelmezze ezeket a jeleket. Tehát ha én a narrációban mondjuk elmondom azt, például az Utolsó tűzijáték című darabnál, hogy felforgatja a székeket a szereplő és a szék lábak között botorkál, az tulajdonképpen az ő gondjait igyekszik megjeleníteni, és ilyen apróságok. Mik a jövőbeni terveid? A jövőre az a tervem, hogy személyesen találkozhassam a tagjaimmal, és megismerhessem őket, valamint minél több közösségi programot, illetve jön majd a nyár, és szabadban tudjunk lenni. Az egy nagy tervem, és önkénteseket szerezni, hogy minél több kirándulást tudjunk tenni a szabadban. Ez lesz a jövőre a tervem. Illetve az önkormányzattal is egy szorosabb kapcsolat kiépítése, ami egyébként most is nagyon jól alakul már. Mit üzennél a hallgatóknak, nézőknek és az eddig még személyesen nem ismert klubtagoknak? Maradjatok türelmesek és kitartóak még erre a pici időre, amíg javulni fog a helyzet. Köszönöm szépen, Fruzsi, a beszélgetést, önöknek pedig kedves hallgatóink, kedves nézőink a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik már a VGK minisorozata, a Home Office-ban a látássérültek. Néhány napon belül új portréműsorral fogunk jelentkezni, Óbudán is történtek változások. Ajánlom figyelmükbe média csatornáinkat, a VGK YouTube csatornáját, valamint a közösségi civil szervezők és az Egyesület web és Facebook oldalát, de érdemes a Hobby Rádió tartalmai között is böngészni. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Home Office-ban a látássérültek. Az első lezárásoktól napjainkig.